Na hát, sziasztok srácok, én David Verdövé, és ebben a mai videóban megmutatom, hogy hogyan építsetek ilyen bányászás kezdve, ilyen lejárat, meg fájárat, ugye lejárat azt úgy kell, hogy ugye itt lemész, a lélekhomok által így felkészítős. És ezt kihasználva én megépítettem egy olyan dolgot, ami szerintem tök király. Jó. Attól függ, hogy mely, tök mindegy az, hogy melyik blokkra rakjátok le. És így tegyetek itt a tetejére vizet. És ezt figyeljétek, elkezd bugyogni a víz, hogy megmutat. És ezáltal ugye nem enged fel titeket. Látjátok? Megkeresem a lélekhomokat, hogy hol van. Szerintem az lenne a legegyszerűbb, hogyha itt álltást. Bakker. Gondolkozhattam volna. És ugye akkor a táblákat itt lerakjátok így. Látjátok, így felviszteteket. Csak nekünk most itt nem ez lesz a lényeg. Hanem most ezt itt visszaépítem, ezt itt az egészet. Felépítjük szépen. Csak ott alul. Igen, jó felé haladunk. Voilà, és ide simán tegyetek ilyen kis motoros cuccot, ezt így letrámbáltok, hogy nehogy félrevezetsenek titeket, hogy így csináljatok ilyen kis motoros cuccot. És így könnyebben lejuthattok, és így befele kisebb szobát is kialakítatok. Most egy ilyen tök random szobát csinálok. Most ugye az a lényege, hogy ugye a lélekhomokot kihasználva így feljutunk, a vízzel pedig le. És így által bányászás közben nem kell tökölődni azzal, hogy fel kell úszni, hanem így felmész. Na hát bizony srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, és iratkozzatok fel, és várom a jó kommenteket. Na, sziasztok!